Mezőgazdasági gép működését tanulmányozzák a diákok a nyíregyházi Lippai János mezőgazdasági technikumban és szakképzőiskolában. Ez az egyike az Északi Agrár Szakképzési Centrum 4 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei intézményének. Nyíregyházán további egy Baktalórendházán és Máté Szalkán pedig szintén egy-egy iskolát tart fenn a centrum. Az új szakképzési rendszer 2 éve indult el, amelynek az indulást követően azonnal az online oktatással kellett megküzdenie. Lévai Imre főigazgató 35 perc című műsorunkban azt mondta, a most lezárt tanév már eredményesebben alakult, köszönhetően a jelenléti oktatás visszatérésének. Én mindenképpen eredménynek könyvelem azt, hogy nagyjából és a szakoktatókról beszélek, akik a szakmát oktató pedagógusok, centrum szinten az átlag életkor 50 és 60 év között van. És ezeknek az embereknek, akik több évtizede dolgoznak a hagyományos rendszerben, most egy teljesen új, olyan kihívásnak kellett megfelelni, ami a pandémia kapcsán bekövetkezett. Ezt úgy gondolom, hogy eredményesen teljesítettük. Tanulók tekintetében viszont nagyon sok visszajelzés érkezett most már, amikor ugye a pandémia véget ért, és jelenlétében tudunk hál' Istennek oktatni, hogy nem lehet helyettesíteni a jelenléti oktatást semmilyen technikai eszközzel. Tehát akkor, amikor felmerül egy kérdés, és azonnal fölteheti, vagy meg kell várnia, hogy a többiek milyen reakcióval vannak, illetve meg kell várnia az eszközön keresztül, a médián keresztül a választ, vagy nem is kapja meg egyből a válaszát, és lehet, hogy már elavult, tehát nem részletezem. Ez mindenképpen hátrányosan befolyásolta a tanulást. A főigazgató hozzátette, a középiskolásokkal ellentétben a felnőtt képzésben kimondottan előnyös volt a távoktatás. A munkahelyen rendelkező tanulók esti elméleti képzését így tudták a leghatékonyabban megoldani. Lévai Imre hangsúlyozta, az Északi Agrár Szakképzési Centrum hamarosan fejlesztésbe is kezd, amihez egy jelentős állami támogatást nyújt fedezetet. Nem olyan régen volt, éppen egy vidékfejlesztési projekt zárunk, május 31-én, ahol dr. Nagy István agrárminiszter úr egy nagy bejelentést tett, amit nyilván mi már a centrum vezetői szinten ismertünk tervezetet, de itt most pont került az íre, hogy számíthatunk a jövőben egy olyan forrásra, aminek keretében az agrárszakképzés még fajsúlyosabb lesz, és ennek az infrastruktúrális hátterén kívánnak javítani. Egy 3 milliárdos agrárszakképzési centrumonkénti 3 milliárdos forrás bevonásával, ahol tulajdonképpen bemutató üzemi gyakorlati oktatási helyszínfejlesztés valósulhatna meg. Az új komplexumot Nyíregyházán a Lippai János iskolában valósítják meg.